szóltam, mint egy szépére. Én is hallottam az örömteli éneklést. Én mást láttam, te is koronázást. Tehát igaz volt, nem hittem el. Egész más láttam távolon, és közel fölött a szálltam, még útjait jártam, és az embereket gyógyított a szántam. Fészkesen volt, ahol fejét lehagysa, ha elfáradt. Gondolkoztam rajta. Ti nem hallottátok a feszít meget? És nem láttátok azt a tömeget? Megkoronázták töréssel valóban, és a nap még nem volt leáldozóban, de elsötétült. Mohajlott a mély, vére volt végig a kereszt tövén. Én is láttam vércsepeket, ilyen látvány felelni nem lehet. A keresztem én is láttam. Keresztem én is láttam. A sírkertben én is utána szálltam, mert oda vitték. Láttam a követ már 30 napja. Én itt a jövőt csodálatot dolgokat hallottam, nem így bírom ki, hogy minden nem mondjam. Utána jövünk, ahol eltemették, a kert fölöttünk kék rigók fecsék. Már vígan dalolnak, csiripelnek, örülnek a győzelmesekkel. Akkor nekem is arra kell szállnom, szívem békét ott megtalálom. Vár, testvérként, veled menjünk ki is, hogy a bolond felúrjon az égig. Azt csicsergik, üres a sír szája, feltámadott, a halált lerázta önmagáról, mint egy sötét leplet. Figyeljetek! Hallom én! Zengjen a dal, diadalmas ének, az ég s a föld örök istenének. Aki kézben tartja a holnapot, feltámadott az Úr, bizony feltámadott. Az idő újra itt volt, hogy áldozatot mutasson be. Két kicsi fiam vele akart jönni, most ott igyekeztek mellettem. Azt mondták, majd ők vigyáznak a bárányra. Papu, mit látunk majd most? Annyi minden van, amit nem értünk még. Ha meséltem nekik Mózesről, és Ábrahám atyáktól, és közben figyelmeztettem őket. Vigyázzatok a bárányra. Mert ma nagyon sokan lesznek Jeruzsálemben. Nekünk nagyon kell figyelni, hogy a bárány el ne szaladjon. És tovább meséltem.
Mózesről és Ábrahám atyáról. Újra mondtam, gyerekek, vigyázzatok a bárányra. Ahogy beértünk a városba, éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem láttam övendező embereket. Nem hallottam az örömteli éneklés hangját. Két kis fiacskámmal egy felvesző tömeg közepén találtuk magunkat, majd hallottam, hogy ezt kiabáljanak. Tessék meg őt! Nem kívánok résztvevő jelenni semmiféle gyártalmat. Miért én ma kellett ezt az ember halálra ítélni? Miért én itt kell állnom, ahol ez történik? Álltam tehetetlenül, s íme már jöttek is. Az első kegyelemért kiáltott, de a tömeg könyörtelen volt. A második durván hangosan kiabált, míg mindig hallom a tömegre szólt cizmozódó szavait. Aztán valaki így kiáltott. Ott van Jézus. Alig hittem a szememnek. Egy rettenetesen összeverve ember jött. Úgy látszott, alig él. Vérfolyt a testéből, a homlokát övező kövisek alól, végig csorog a keresztelre, egészen a földig. Láttam, ahogy megállt. Láttam, amint összehagyott a kereszt alatt. A tömeg üvölteni kezdett. E pillanatban egy szörnyű gyötrelem járt át. Valami hatalmas veszteségérzés lett úrrá bennem. Hirtelen egy római katona megölte a karomat, ezt kiáltotta. Péter! Vidd a keresztjét! Először próbáltam ellenállni, de a katona karjaután kapott, így hát lefélreltem, hogy levegyem a keresztet az Úrról. Vállamra vettem, és elindultunk lefelé az utcán. A vér, amit ő ontott, most az én arcomra csorgott. Elvezettek egész a Golgotáig. Ott szögeket ütöttek kezébe, lábába. És mégis hallottam, amint a kereszten még imádkozott. Atyám, bocsáss meg neki. Sosem láttam senki más szemében ilyen szeretetet. Kezedbe ajánlom lelkemet. Imádkozott. És meghalt. Idő és tér megszűnt a számomra, ahogy álltam ott. Még két kicsi kéz szorításának éreztem az enyémet. Gyermekeim álltak ott sírva, és az idősebb megszólalt. Apa,
bocsáss meg nekünk. A bárány elszaladt. Apu, apu, mit látunk most itt? Mi ez, amit meg nem érthetünk? Itt karjaidra vettem őket. A keresztelőket.